sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornáján, és ez most... Vegyem újra. Halihó, sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornáján, és ez most egy hamisítatlan haul videó lesz. Kettő helyről szeretnék nektek bemutatni dolgokat. Nem fogok specifikusan egyetlen egy helyre koncentrálni, hanem ezt a kettőt most így össze fogom gyúrni egy videóba. Az egyik a Müller, a másik pedig a SkinSmart rendelésem lesz, hogyha érdekel titeket, tartsatok velem. Rendeltem olyan kozmetikai termékeket a SkinSmartról, amit eddig még nem. Illetve, ez most így nem igaz, mert rendeltem, csak az egyik krém most egy magasabb százaléktartalmú C-vitamint tartalmaz, úgyhogy lássunk is neki. Újra rendeltem a The Ordinary-től, amit már egyébként elég rég nem tettem, és most úgy gondoltam, hogy a Geek & Gorgeous-nak a B-bomb szérumát egy picit leváltom a The Ordinary-nek a niacidaminos szérumába, amiben 2% cink, és ha jól látom, 20% niacinamid van, niacinamid, igen, és ez ugyanaz egyébként, mint a Geek & Gorgeous-nak a B-bomb széruma, de most úgy gondoltam, hogy ezt fogom megrendelni, illetve a Geek & Gorgeous-tól meg megrendeltem a hialuronsavast, a H5 Light szérumot, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon bevált. Újra rendeltem, ami most elfogyott, a retinál szérum, szintén a Geek & Gorgeous-től A-Game-nek hívják, és egyébként 0,05% retinál szérumot tartalmaz. Ez nem retinol, tehát ez ne tévesszem meg titeket, ez retinál szérum, és ez egy ilyen bőrmegújító, regeneráló, mélyrehatoló, szerintem egy állati jó dolog. Én ezt rendszeresen használom, azt szokták mondani, hogy először óvatosan, és aztán pedig lehet gyakrabban. Van, hogy minden nap belekeverem a hidratálóba, én ezt natur az arcomra nem szoktam fölvinni, viszont hidratálókrémbe szoktam bekeverni, ilyen sárga színe van, és az első használatoknál érzed, hogy egy picit úgy csipkedi a bőrödet, de ezzel ne foglalkozzatok. És az utolsó, amit rendeltem, ez viszont egy új dolog, ugyanis én ilyen hidratáló, kicsit ilyen szilikonos állagú krémet már rendeltem a The Ordinary-től, de ezt a Vitamin C Suspension 30% in szilikon, tehát ezt a 30% C-vitamin tartalmú szilikonbázisú krémet még nem, és először nagyon fura volt, ugyanis azért 30% C-vitamin azért az már egy bizonyos mennyiség. Hát tulajdonképpen 5-10%-os szérumokat használok, amit C-vitaminos, ebben ugye belenyomtak 30%-ot, de szerintem nagyon-nagyon hatékony, egy hete használom, és nagyon-nagyon jó tapasztalatom van vele, tulajdonképpen ezt is fel kell építened, tehát először ne használd minden nap, és csak bizonyos időszakokban használj, én utána mindig használok hidratáló krémet, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, de nagyon-nagyon óvatosan, és ha neked érzékeny a bőröd, akkor meg pláne nagyon vigyázzál vele. Úgyhogy ez volt a SkinSmart rendelés, de folytatom még arcápolási termékekkel, ugyanis a Müllerbe vettem arckrémeket is, úgyhogy most ez következik. Szóval most rátérünk a Müller vásárlásomhoz. Igen, ezt most jól mondtam, és vettem két L'Oréal arckrémet, ugyanis most teljesen kifogyok az arckrémekből. Ugye én a Christian Breton termékeket használtam, most egy picit ezt takarékra teszem, és visszaállok az én kicsit elérhetőbb árkategóriához, amit egyébként drogériában is meg tudok rendelni, mert a Christian Breton csak és kizárólag vagy webshopból, vagy a Müllerbe tudom megvenni. Megmondom a frankót, hogy én ott álltam elég sokáig a pult előtt, a Müllerben, és nem találtam olyat, amit igazán szerettem volna, hogy ezért sem vettem. Az egyik egyébként a L'Oréal-tól a Hydra Active Fighting Heights Sprige, 24 órás, tehát hidratáló, bőrvédő, illetve
a nedvesség visszapótló hatású krém. Ő az egyik L'Oréal krém, amit vettem az arcomra, és a másik pedig, hát sajnos nekem már egy 45 pluszos retinol tartalmú, szintén nedvesség visszapótló, anti-ránc, tehát ilyen ránctalanító hatású krémet vettem. Szóval ezt a 45 pluszos L'Oréal krémet vettem meg, csak annyira hangos volt, oda át megy a foci meccs, hogy kértem a Ferit, hogy egy kicsit halkítsa le. Most a kis Feri is itt van, úgyhogy most megy a foci meccs. Szóval ezt igazából még soha nem vettem, viszont a L'Oréal krémeket nagyon szeretem, úgyhogy ezt a kettő krémet újítottam be, és természetesen be fogok számolni, hogy milyenek. Az elfogytak videóban biztos. Beszámoltam már, hogy egy kicsit rezesítem a hajamat, és egyébként abszolút látható, hogy már leveszem most a kamerát, és látszódik itt is, hogy tehát szépen elkezdtem a hajamat rezesíteni, viszont nem bírom ki, hogy ne legyen azért mégiscsak egy kicsit intenzívebb vöröses színe, és visszatértem a Syos ammóniamentes hajszínezőhöz, és én ezzel elég sokat színeztem a hajamat, ebből az 592-es, milyen vörös vagy te? Ennek van egy külön neve, talán bíbor vörös. Hát ezt miért nem találom meg? Mindegy. Ezt valószínűleg most nem fogom tudni nektek megmondani, nem tudom miért, de mindegy, szóval egy ilyen nagyon-nagyon élénk színű vörösről beszélünk, és én ezt föl fogom vinni a hajamra, ugyanis nekem kell, hogy legyen még egy kis extra, úgyhogy ezek ugye ammóniamentes, kimosható, elég hamar kikopó színek, de viszont arra pont jó, hogy egy párszor én feldobjam a hajamat, nem árt neki, és tök jó termékek, úgyhogy ezt ajánlom is nektek. Ha megyek a Müllerbe, akkor nem tudom megállni, hogy a cukorszekciónál ne időzzek el egy darabig, és ez az egyik kedvencem, ez a Sokomint. Ez egy olyan cukorka, ami kívül ilyen mentolos, de eléggé light. Tehát nem az a nagyon brutál mentol, hanem olyan, tényleg olyan menta ízű bevonat. Egyébként annyira szép kis csomagolása van, és amikor elolvad a szádba, akkor belül csoki. Úgyhogy ez a gyengém, úgyhogy ebből muszáj volt vennem egy csomaggal. Azon kívül vettem ilyen színes cukorkákat, ugye ez is csoki belül, ő csoki belül és színes bevonat, ő pedig mogyoró és cukorka bevonat. Hát nálunk mindig vannak ilyenek, tudom. Vettem egy ilyen jégkristály, tehát ő tényleg egy igazi torokcukorka, és nagyon-nagyon jó, és nagyon kellemes, friss, üde lehelletet biztosít. Őt már kiürítettem, mert van egy ilyen tartóka a konyhában az asztalon, és oda kiszórtam őt. És vettem még egy kifejezetten gyógynövényes torokcukorkát, ha ne adj úristen, valami torok probléma van, én ezt nagyon szeretem, úgyhogy őt vásároltam még. Ez volt a cukorszekció. A vásárláshoz kaptam egyébként ilyen ajándék kis szatyrót, amiben volt egy Dior parfümminta, és figyeljetek, annyira erős illata van, hogy kipróbálta a Feri, így a csuklóján, és körülbelül akármerre megy a lakásba, így húzza maga után ezt az egyetlen egy kis pumpát. Borzasztó, én nem tudom, én nem bírom elviselni, úgyhogy ez nálunk biztos, hogy nem fog játszani. Vissza fogom tenni, mert ő most magával vitt a fürdőszobába, vissza fogom tenni ebbe a kis tartóba, és ezt el fogom ajándékozni, mert ez valami borzasztó, tehát ezt nem. Na, és hát akkor most azon gondolkozom, hogy mit mutassak előbb, sminkeket, vagy parfümöket. Na hát arra gondoltam, hogy megmutatom a parfümöket, amiket vettem, mert hát most levettem a szívemről a kezemet, és úgy döntöttem, hogy
hogy én rengeteget dolgozom, rengeteget lemondok tényleg dolgokról, és szinte mint egy mókuskerék így megy az életem, és muszáj volt egy kicsit, egy ilyen pici kis extra örömszerzés, és ezt nem csak a szívemről vettem le a kezemet, hanem a polcról is levettem ezt a dobozt, így mutatom jól, ugyanis hát az egyik kedvenc illatom, ami egyébként régen nem volt egy kedvenc illat, de mostanában olyan kifejezett kedvenc illatom lett, a Lancôme-nak a La Vie Belle parfümje, és abból vettem egy ilyen szettet, ami nem tartalmaz mást, mint egy kis tusfürdőt, egy testápoló, parfüm testápolót, és magát, a parfümöt, egy elég nagy kiszerelés, és hát isteni az illata, és megpróbálom kiszedni a dobozból, így néz ki, egy igazi műalkotás, szerintem nagyon formatervezett, nagyon jól néz ki, és isteni. Tehát egyébként ezt már mondtam egy párszor, hogy a fa Divine Moments, vagy valami ilyesmilyen rózsaszín termékcsalád, dezodor is van belőle, vagy Mystic Moments, tusfürdő is van belőle, egy az egyben a Lancôme La Vie Belle, az életszép parfümnek az utánzata, és egyébként van is nekem egy ilyen dezodorom a fürdőszobába, nagyon-nagyon kellemes különben, és nagyon jó, picit sűrűbb állagú a krém. Én ezt nyilván nem fogom magamra eltestápolózni, úgyhogy egy ilyen, mielőtt elmegyek, bekenem szerintem majd így a kezemet, és tökéletes, tökéletes, és van ugye egy picike kis tusfürdő, és szerintem őt viszont megtartom, hogyha elmegyünk nyaralni, vagy valami ilyesmi. Tehát én nem gondolom azt, hogy én ezt most el fogom használni a mindennapos fürdésre, tusolásra. Úgyhogy nagyon kis exkluzív maga az egész. És nagyon-nagyon örülök. Tulajdonképpen ez már egy ilyen kis előkarácsonyi ajándék. Karácsonyi csomagolás, a doboz is. És egyébként le volt akciózva, mert azt hiszem, hogy 20 000 forint volt, és direkt rákerestem az üzletbe, mert emlékeztem, hogy a Notinón is árulják ezt a dobozt, és ott azt hiszem, hogy 27 000 forint, úgyhogy mindenképpen ez egy nagyon jó deal volt. És hát a másik parfüm, mert kettőt vettem. Másik parfüm, amit megvettem, az most egy új kedvencem, és szerintem az ilyen parfümöm, tehát az Ildikó Beauty-nak az illata abszolút mértékben, és hát az nem más, mint az Yves Saint Laurent-nak a Libre parfümje, amit én most elhasználtam, tehát olyan 2-3 hónapig használtam, nagyon intenzíven, és el is fogyott, és most megvettem belőle a 30 ml-s verziót, és el vagyok tőle ragadtatva. Egyébként nagyon hasonló illatkompozíció a két parfüm, tehát elég hasonló illatcsalád. Ez a nagyon édes, picit vaníliás, picit szantálfa, egy picit gyümölcsös, és folyamatosan alakul ki az illata, és mind a két parfümről elmondható, hogy nagyon tartós. Úgyhogy, ha nem ismeritek őket, akkor mindenképpen nézzétek meg, úgyhogy az Yves Saint Laurent Libre parfümjét is megvettem. És nincs más hátra, mint sem, hogy a sminkeket megmutassam, mert sminkek is jöttek velem. Ugye az egyik, ami célzottan, ezért is mentem be a Müllerbe, hogy újra vegyem a szemspirált, amiből már tulajdonképpen kettőt elfogyasztottam, az egyik gyakorlatilag már teljesen be van száradva, a másikat még használom. Ez nem más, mint a Nye Oleári olasz márka, és képzeljétek el, hogy ez a dúsítós verzió nem volt most, hanem a göndörítő verzió, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon kis érdekes, látjátok? Tehát ilyen visszakonkorodó, tipikus ez a göndörítő applikátor. Pillanatra most egyébként ki fogom próbálni. Úgyis egyetlen egy rétegben van most rajtam
amit én még több órával ezelőtt fölvittem. Hát jól néz ki. Tulajdonképpen egyáltalán nem vagyok meglepve, és nem is vártam más hatást. Most ezt az egy szempillámat kifestettem, és én erre a márkára esküszöm. Most azért egy picit mégiscsak fölviszek a másikra, mert mostan felemásnak tűnik a szempillám. Azért ne nézek ki hülye már itt a videó végén. Igen, tehát ez az a szemspirál, ami egyből megteszi a hatását, egyből ilyen drámai pillákat csinál, és nagyon-nagyon szeretem. Különben most le volt árazva, mert én egyszer vettem 9000-ért, egyszer vettem 7000-ért, és most azt hiszem, hogy 6800 vagy valami ilyesmi volt. Ne riadjatok el az árától, ez egy 13 millis szemspirál. Ugye a normál szemspirálok azok olyan 6-7 milliliteresek, ezt én több hónapig fogom használni. Tehát ez nem olyan szemspirál, mondjuk, mint a... Most kiveszek gyorsan egyet a régebbiek közül, mint a Catrice-nek ez a kis pici szemspirálja, ami egy... Speciál, most pont nem jót választottam, mert ez egy 10 milli, de mondjuk a L'Oréal-nak a Volumissime szemspirálja, az szerintem csak egy 7 milli, tehát ez egy sokkal kisebb kiszerelés. Tehát ezek a szemspirálok azért nem húzzák 2-3 hónapig. Nálam biztos, hogy nem, mert azért én sűrűn festem a szempillámat, úgyhogy én nekem mindenféleképpen egy nagyon jó befektetés ez a szemspirál, hogy 13 milli, és nekem ez hónapokig elég, és nagyon-nagyon-nagyon jó. Két Estée Lauder rúst, és azért vettem, megmondom miért, mert nekem az egyik kedvenc formulám az Estée Laudertől, amit eddig is használtam előszeretettel, a Rose Sugar árnyalat, ez egy ilyen nagyon matt és világos szín, és én ezt elhatároztam már, hogy én fogok venni ebből a formulából, mert nekem ez borzasztóan bevált. És az egyik, egyébként ez már rajta van a számon, ő, és most ezt fel kell vennem a szemüvegemet. Ez már annyira pici betűvel van, hogy ezt nem látom. Szóval az egyik a 330-as Wild Poppy árnyalat, és ő van rajta most a számon. Ez egy ilyen nagyon-nagyon szép, korallos, rózsaszínes árnyalat, aminek van egy ilyen kis fénye, egy ilyen hidratáló hatású, most jól elkentem, aha, hidratáló hatású, nagyon krémes, nagyon kellemes, és gyönyörű színe van, és ez az egyik szín, pontosan ez az egyik olyan rózsaszínes, korallos árnyalat, ami az tényleg a kedvencem, úgyhogy ő jött velem, egyébként itt van a doboza, nagyon kis exkluzív, tehát ő a 330-as, és a másik pedig a 200-as, nem is kellett volna fölvennem a szemüveget, mert itt látom jól, a 200-as árnyalat, ő pedig egy ilyen picit rózsaszínesebb árnyalat, de már egy picit, hogyha összehasonlítom a Rose Sugarral, azt mutatom azonnal, akkor látjátok, hogy a
Amit most vettem, az rózsaszínesebb, a rózsugár pedig barnásabb, tehát egy nódosabb, és mennyit használtam. Egyébként kikenem az ujjamra, illetve hát a kézfejemre. Tehát ő a rózsugár, amit most vettem, látjátok, ez egy ilyen rózsaszínesebb, és ami a számom van, ugye a 330-as, az pedig ő. És ő egyébként egy ilyen picit fényesebb, krémesebb, a másik kettő pedig egy ilyen ultra matt formula. Szerintem gyönyörű, ez is, ami most a számom van. Szerintem azért elbírna egy kis kontúrt. Igen, és akkor ez így most egy picit jobban néz ki. Nos, ezt a két Estée Lauder rúst vettem, még egyszer mondom a számokat, a 200-as és a 330-as. És hát az utolsó dolog, amit vettem, az egy alapozó. És megmondom meg nektek, és most meg is keresem, hogy én ezt az alapozót, ez az Yves Saint Laurent-nak az alapozója, nagyon sokáig teszteltem. Elég sok van egy ilyen kis tubusban, meglepő, hogy 3-4 alkalommal is tudtam használni, tehát én ezt sokáig teszteltem, és úgy is, hogy egész nap. És először nem tetszett. Utána eltelt a nyár, újra elővettem, és borzasztóan bejött. És annyira bejött, hogy majdnem, hogy jobban bejött, mint az általatok nagyon dicsért, mert mindig kérdezitek, hogy milyen alapozó van rajtam, és a Dior Forever alapozót használom most, ez van most is rajtam, és gyakorlatilag már majdnem elfogyott. És azon gondolkoztam, hogy most ezt újra vegyem-e, vagy kipróbáljam-e ezt, amit tulajdonképpen teszteltem egy párszor, és most nagyon-nagyon bejött, és hát emellett döntöttem, úgyhogy hoppá, csak meg voltam mutatni nektek a dobozába. Szóval így néz ki az Yves Saint Laurent alapozó. Egyébként ez egy újfajta, tehát ez nem a régi formula, ez egy újfajta formula. Így néz ki. És az én árnyalatom, miután én teszteltem, tehát pontosan tudtam, és célzottan kerestem a B30-as Almond, tehát ez a mandula árnyalat, és ez egy nagyon-nagyon hozzám passzoló szín. Nézzétek meg a Dolly így megkarmolt, tehát rémes. És egy nagyon-nagyon jól beépülő, nagyon-nagyon puha, sejmes finisű, és van egy kis ilyen matt, tehát ez nem egy fényes alapozó, viszont nem maszkos hatású. Úgyhogy borzasztóan izgatott vagyok, ugyanis én csináltam ebből már a pici kis tesztből, csináltam egy videót, be is fogom nektek vágni. Ott nem voltam annyira elájulva tőle, de aztán viszont megváltozott ez a dolog. Tehát ezért érdemes szerintem többször is próbálgatni valamit, és elsőre nem egyből véleményt mondani egy dologról, egy kozmetikumról, mert változhat. Változhat a véleményetek róla, változhat tulajdonképpen a termékhez való hozzáállás. És ez most éles bizonyítéka az én szemszögemből is, hogy először annyira nem jött be ez az alapozó, de lehet, hogy akkor egy nagyon meleg nap volt, nagyon nagy kánikula volt, nem kedvelte úgy a bőröm, most már ugye nincsen meleg, és kifejezetten kellemes viselet. Úgyhogy ez az utolsó, amit mondom, vettem, az Yves Saint Laurent-nak ez az alapozója, B30-as árnyalatban. Hát lányok, fiúk, ennyi volt ez a haul videó, egy SkinSmart rendelés és a Müller vásárlásom. Remélem, hogy tetszett nektek. Hát én most rendesen kiköltekeztem, úgyhogy egy darabig nem lesz Müller haul, az biztos. De most egyébként így meg vagyok elégedve a vásárlással. Találkozzunk
legközelebb is tartsatok velem, iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjatok kis csengőt, mert akkor mindig kaptok értesítést új videómról.